Uram, szeretett testvéreim, kedves gyerekek! Előtt számotokra az a nap, amire már oly régóta készültök, és amit oly régóta vártok. Hogy végre valahára, ti is beállhassatok abba a sorba, amiben a felnőttek szoktak beállni, és vasárnaponként előjárulni a szentmise vége felé, hogy itt valamit kapjanak. Minden gyermek kíváncsi, hogy vajon mi az a valami. De ti már tudjátok, hogy mi az a valami. Az oltári szentség. Ebben részesít titeket az egyház, ebben fogtok ti ma először részesedni. Ünnep a vajon a számotokra, mert találkozni fogtok az oltári szentségben jelen lévő Jézus. Már hosszú ideje készülünk, és tanulunk róla. Persze az útvégére még nem értünk el, még hosszú az útvége. Valamelyik nap egyikötök megkérdezte, nem mondom, mert úgyis tudjátok, hogy kicsoda, hogy ugye aztán most már vége, de hogy vége, csak most kezdődik. Most kezdődik tovább a komoly tanulás, megismeritek az új Jézust, itt a korábban majd, jobban elmélyülünk, megpróbáljuk őt megérteni, az ő tanítását, az ő csodáit, de most ez az első lépés, hogy találkoztok vele. És őt az oltári szentség színében magatokhoz veszitek. A mai nap egy titkot is ünnepelünk, a Szent Háromság titkát. Emberileg ezt a titkot nem lehet megérteni. Emberileg fölfoghatatlan a Jóisten titka, a Szent Háromság titka, de mivel Jézus tanítja, ezért elfogadjuk. Mert tudjuk azt, hogy Jézus kicsoda volt. Jézus a második isteni személy, aki megtestesült értünk, és értünk vállalta a szenvedést, a kereszthalált, hogy megváltson minket. És mert Jézus mindezt megtette, ezért hiszünk neki, mert ő a mi üdvözítőnk, ő a mi megváltunk. Jézus mondta a mai evangéliumban, hallottátok, megbízza az apostolokat, hogy elmenjenek, és hirdessék az ő tanítását, és megkereszteljenek minden embert az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az elmúlt héten egyik itt tanórán megvicceltelek titeket. Amikor óra előtt imádkozni készültünk, akkor elcsendesedtünk, és más nem csináltunk, csak keresztet vetettünk. Emlékeztek rá? Igen. És amikor kérdeztétek, hogy olyan csodálkozó tekintettel néztetek rám, akkor mit mondtam nektek? Volt nekem egy öreg bácsi, aki ugyancsak így művelt egyszer velünk, és mi is ugyanolyan értetlenül néztünk rá, és azt mondta, hogy csoda volt, hogy maga a keresztvetés is egy imádság. És minden keresztvetésben a ma ünnepelt titkot ünnepeljük. Meg ünnepeljük az Atyát, a Fiút és a Szentlélek. Mert ti ma különös módon a Fiúval, Jézussal, a megtestesült üdvözítővel akartok találkozni. Miért fontos ez számotokra? Először is azért, mert elértétek már azt a kort, amikor valami kicsikét is megértetek abból, hogy mit jelent számunkra Jézus. Másodszor is azért, mert annak idején, amikor megszülettetek és keresztségben részesedtetek, akkor a ti szüleitek és keresztszüleitek megígérték a ti nevetekben, hogy azon az úton fognak vezetni, amely Krisztushoz vezet. És ma elérhetett az a pillanat, amikor a szülők és a keresztszülők egy kicsikét lazábban engedik a kezeteket, mert most már tudják azt, hogy képesek vagytok járni azon az úton, amelyre ők titeket rávezettek. A mai nap egy kis felelősséget is kér tőletek azonban. És komolyságot. Mi pedig
azt, legyetek buzgóbbak, legyetek hűségesebbek, és legyetek jók. Ne csak szüleiteknek engedelmeskedjetek, hanem az Úr Jézusnak is engedelmeskedjetek, akivel ma az oltári szentségben találkoztak. Ha ilyen jó gyerekek tudnátok lenni, mint most, akkor minden bizonnyal mindenkinek nagy-nagy öröme származnék belőle. De hiszem azt, hogy nem csak azért vagytok jók, mert kicsit is meg vagytok illetődve, hanem azért is tudtok jók lenni, mert tegnap este a lelketeket megtisztítottátok. Találkoztatok a szentséggel, amit Szent Jónásnak nevezünk, és láttátok azt, hogy mindenki élve ment be a gyóntató székbe, és élve jött ki. Lehet kicsi szomorúan, meg élve ment be, de nagy örömmel hagyta el a helységet, mert tudta, hogy megszabadult a bűneitől, mert megszabadult a bűneitől. De az első az fontos. Ne felejtsétek el azt, hogy a tegnapi nap, amikor a Szent Jónásban részesedtetek, és a mai nap, amikor az Úr Jézussal találkoztunk az oltári szentségben, egyedi nap kell legyen a ti számotokra, de nem egyedi nap. Ezt már mondtam felkészülés alatt is, hogy vannak első áldozók és vannak utolsó áldozók is. Az az utolsó áldozó, aki első áldozása után aztán tájtájt, mint a Jézusnak, és azt mondja, hogy szervez Jézus, te jó vagyok, ahol vagy én, jó vagyok, itt, ahol vagyok, tehát veletek ezen forduljon elő. Ha úgy érzitek, hogy baj van, és Szent Jónás kell végezni, ki kell békülni a Jóistennel, akkor tegyétek meg, és minél gyakrabban lehetőleg járuljatok szent.